Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy karmikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes jóslás Porsche számára. Kedves Porsche, üdvözöllek téged, ez a te felvételed. Mielőtt indítanék, elmondanám azt, hogy mit jelent kárma, és mi ez a kármikus fordulat. Nekünk van lelkünk. Amikor meghalunk, akkor a lélek eltávolodik. Elhagyja a testünket, elhagyja a földet. Visszatér az isteni hatalomhoz. A lélek az visszaemlékezik arra, amit itt a földön átélt, és amikor visszatért az isteni hatalomhoz, akkor újra megnézi azt, amit átélt itt a földön, úgy, mint egy film. Amikor ez a film befejeződött, akkor azt én úgy tudnám elképzelni, illetve elmagyarázni, hogy a jó Isten megkérdezi, na most hogy érzed magadat? Ha a lélek boldog, és érzi ezt a felszabadultságot, akkor kilép ebből a kármikus folyamatból. De ha a lélek azt közli, miután én most megnéztem azt, amit én átéltem a földön, és így utólag úgy gondolom, én mindent rosszul csináltam, én nem is éltem igazából, akkor megvan arra a lehetőség, hogy a lélek visszatérjen a földre, és javítson a helyzeten. Ez olyan, mint egy kerék, és ez a kerék állandóan mozog. Ez szimbolizálja a sors kerekét. A lélek kiválaszt egy életutat, ez itt, ez az arany középút. És a lélek tudja, hogy mi jó, meg mi rossz, melyik úton kell menni. Viszont ez számunkra nem tudatos. A belső hangunk tud irányítani bennünket, ami intuíciónk. És mi ez a kármikus fordulat? Van egy lefele mozgó holdcsomó, ezt Ketunak nevezzük, ez a sárkánynak a farka. Ez utal a múltra, mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben. És van egy felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ez a sárkánynak a feje. És a lélek keresi ezt. Ez egy új lehetőség, vagy egy kiút, ezzel megoldódnak a múltnak a problémái. Mindkét holdcsomó, a lefele mozgó holdcsomó és a felfele mozgó holdcsomó mozog. Megvan ez a mozgás, és most változott valami. A lefele mozgó holdcsomó, két tú, ami a múltra utal, az szeptember végéig még a nyilas jegyében volt. Másfél éven keresztül. És most a Skorpión jegyében van az, amit mi átélünk 2022 tavaszáig. A felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ami a jövőt mutatja, vagy egy kiutat, új lehetőségeket, szeptember végéig az ikrek jegyében volt, több mint másfél éven keresztül, és most a bika jegyében van, és ott marad, 2022 tavaszáig. Tehát van most ez a kármikus fordulat. Most rátérnék a te horoszkópodra.
Azt írtad, hogy az aszcendentusod Szkorpión. Igen, a mi asztrológiánk szerint, viszont az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint a te aszcendentusod a mérleg jegyében van. Az mutatja a nőiességedet, a szépségedet, a harmóniát, ezt a kisugárzást. És milyen kármikus témáid vannak? Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utalt. Szeptember végéig a nyilas jegyében volt. A te horoszkópodban itt a nyilas jegyében nincs bolygó, de ezt átélted a hármas életházban. Ez a hármas életház az élet iskolája, és itt megleckésztett téged, mert itt be kell magadat bizonyítani. A konkurenciával szemben nem tudsz elszaladni. A nyilas jegye utal arra, mennyire fontos volt, hogy legyenek céljaid. De voltak pillanatok, amikor nem tudtad, hogy hogyan tovább. Ez most elmúlt, mert Kétú elhagyta a nyilas jegyét, elhagyta a hármas életházat, és jelen pillanatban a Szkorpión jegyében mozog. A te horoszkópodban nincs bolygó a Szkorpión jegyében. A Szkorpión jegye az indiai számítás szerint a második életházban van, ahol anyagiakról van szó, meg értékekről. Belső értékekről is. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Itt fontos most a belső értékeket is a középpontban tenni. Ez, amit te átélsz 2022 tavaszáig, de nem csak érzelmekről, értékekről, hanem vagyoni dolgokról is lesz szó. Rahu, a felfele mozgó holdcsomó mutat egy új irányt, vagy egy kiutat, új lehetőségeket, azt, amit te nem ismersz, de a lelkednek szüksége van erre. Ez a felfele mozgó holdcsomó Rahu szeptember végéig az ikrek jegyében volt több mint másfél évig. Nálad a te horoszkópodban az ikrek jegye a 9-es életházban van, az utazásokra utal, külföldi kapcsolatokra, az lehet egy belső út is, itt bölcsességről is van szó, vagy ilyen vallási témákról. Itt a 9-es életházban az ikrek jegyében van nálad Uránusz bolygó, az ilyen különleges kapcsolatokra utal, vagy különleges élményekre, különösen, ha utazásról vagy külföldi kapcsolatokról van szó. Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó elhagyta az ikrek jegyét, elhagyta a 9-es életházat, és most a bika jegyében van a 8-as életházban, és itt hat 2022 márciusáig. Itt vannak új lehetőségek. Ez a 8-as életház számodra fontos, mert itt található a horoszkópodban Mars bolygó, ami a te erődet jelenti, de a párkapcsolatot is, a lelki társadat, és Jupiter bolygó, az mutat a te bölcsességedre, a te belső nagyságodra, és hoz számodra szerencsét. A 8-as életházat nem könnyű leírni,
mert tulajdonképpen itt halálról van szó, de ritka esetben történik itt haláleset vagy örökösödési ügy, hanem mutatja a transformációt. Mindentől el kell búcsúzni, ami szomorít bennünket. Ezek lehetnek gondolatok, mint például én ezt úgysem tudom megvalósítani, vagy lehetnek érzelmek, mint például félelmek, lehetnek hamis kapcsolatok, furcsa barátságok, olyan emberek, akik kihasználnak téged, azokat le kellene zárni. Lehet valami tárgy is, egy bútor, vagy egy ruhadarab, valami, ami téged mindig zavar, el kell, hogy válj ezektől a tárgyaktól, vagy lehet egy hely is, mint például egy költözködés, vagy például, ha vásárolni mész, és olyan furcsák veled szembe, vagy nem köszöntenek téged, és barátságtalanok, akkor ne menj oda, mert az rossz energia számodra. Akkor változtass ezen a helyzeten. És pontosan erre utal ez a 8-as életház, itt ezt meg kell változtatni, elgondolkozni ezeken a dolgokon. Amit még a 8-as életház jelent, azok hivatalos dolgok, különösen ha pénzügyi dolgokról van szó, azon kívül a testi párkapcsolatra is utal. Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó itt ebben a 8-as életházban fog lenni 2022. márciusáig a bika jegyében, és a bika jegye utal az anyagi dolgokra, az értékekre, de arra is, hogy tartsd meg a belső nyugalmadat, és élvezd az életet. Élvezd a párkapcsolatot, a testi kapcsolatot is. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Itt van egy házi feladat, mert Szaturnusz bolygó tanít bennünket. A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó visszatekintő, az utal a múltra, tehát itt vannak ilyen kármikus témák. A 12-es életházban, ami szintén a múltra utal, arra, amit átéltél a korábbi életedben, megjelenti a titkokat is, gyakran utal arra, hogy vannak ellenségek, és ezt is mutatja ez a 12-es életház. Itt van a horoszkópodban a szűz jegye, és a szűz jegye rendezi a dolgokat. Meg van gyógyító hatása is, ebben bízhatsz, hogy megvan számodra ez a gyógyító energia. Itt ebben a 12-es életházban található ez a Szaturnusz bolygó, visszatekintő, azon kívül egy visszatekintő Neptun bolygó is. Neptun bolygó az mutatja az álmainkat, a fantáziánkat, és a művészeknek a bolygója. Ez itt ebben a 12-es életházban mutatja, hogy megvan ez a tehetséged a múltból, de kell, hogy ezt észrevedd, hogy ezt éljed, itt van egy ilyen újjászületés. Azon kívül Neptun bolygó mutatja az álmokat, éld az álmaidat, és Szaturnusz segít abban, hogy ezt megvalósítsd. De itt a titkok házában ez olyan, minthogyha ezt úgy félretennéd, mert nem bízol benne. Itt kell ez az újjászületés. Neptun bolygó gyakran úgy hat ránk, hogy ez másoktól jön, és ők olyan mesebelien mondanak valamit, amiben mi gyakran hiszünk, mert ez jól hangzik, de mi van akkor, ha hazugságokról van szó? És ha ez kiderül, akkor csalódásokhoz vezethet. És nálad megvannak ezek a csalódások a múltból, és mivel ez így volt, és így élted át, kicsit óvatos vagy.
Szaturnusz bolygónak van mozgása, és ebben az évben, meg jövőre is a bak jegyében mozog. Itt lesznek sorsdöntő fordulatok, események, változások. A te horoszkópodban a bak jegye a négyes életházban található, ez a mélypont. Ez mutatja a te otthonodat, de az alapot is, mert erre az alapra kell, hogy építsünk, erre kell, hogy építsd az életedet. Itt a bak jegyében van nálad, a te születési horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ez mutatja számodra a kiutat, egy életterületet, amit nem ismersz. De a lelkednek szüksége van erre. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy ez a mélypont a horoszkópban olyan, mint a fánál a gyökér. Le kell, hogy gyökerez valahol. Te nem tudod, hogy hol, mert ezt nem ismered. Ez fel kell, hogy fedezd magadnak. És ez, amit a Ráhú energia itt mutat, ez egy kiút számodra. És itt ezen az életterületen, ebben a négyes házban, vagy mondhatnám, itt ennél az alapnál, a bak jegyében mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, itt lesznek sorsdöntő változások. Az is lehet, hogy lesz egy költözködés az idén vagy jövőre, másfél éven belül. Kétú, a lefele mozgó holdcsomó utal a múltadra. Arra, amit te átéltél a korábbi életedben, ez a rák jegyében van. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó, utal családi kapcsolatokra is. A te horoszkópodban ez a felső pont a horoszkópon, a tízes életház, ez utal a nyilvánosságra, a hivatásodra, de a rák jegye nem szereti a nyilvánosságot, nem is akar a középpontban lenni, a rák inkább olyan visszahúzódó. Nem mindig, de ő szeret a háttérben lenni, mert ott érzi magát a biztonságban. A rák jegye itt, a tízes életházban, ahol hivatásról is van szó, az lehet egy családi vállalkozás is. És most ez a jóslás. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a kép mutatja. Itt körülötted minden olyan nehéz, vagy vannak félelmek, valami nyomaszt téged. A 9-es szám arra utal, hogy itt korlátozások vannak. Nem tudod, hogyan tovább. Olyan szomorúságot jelent ez a kártya, de van egy kiút. A kartok mutatják, hogy melyik irányba, vagy mi segít neked. A kartok azok elvágják a félelmeket, és mutatják a levegő elemét. Szabadulj fel ezektől az érzelmektől, vagy ezektől a kötöttségektől, és érezd a levegő elemét, lélegezz fel, és éld ezt a könnyűséget. Ha a múltat megtekintjük, akkor mindig vannak olyan emlékek, ami jó, amit meg kell, hogy tartsunk, mert az erősít bennünket. Mi az a múltból, ami téged segít, itt ez a halál nem halálesetet jelent, hanem lezárni valamit, vagy elbúcsúzni valamitől, vagy valakitől. Ezt te tudod, mert te ezt átélted gyakran a múltban. Még mindig a múltnál maradunk. Mindig vannak olyan emlékek, vagy dolgok, amit mi átéltünk, ami gyengít bennünket, vagy szomorít bennünket.
Az is lehet, hogy van itt egy feladat, valamit, amit tanulnunk kellene nálad, itt ez a hintó jelképezi. Bíz abban, hogy előre mennek a dolgok, és vedd kezedbe a dolgokat, irányítsd. Ez a fehér ló, ez bízik abban, hogy van jövő, és halad előre. Ez a fekete ló szimbolizálja a félelmeket. Az olyan, mint egy fék, lefékezi az eseményeket, és nem megy tovább. Mi a kulcsa a te karmikus témádnak? Itt mutatja a hold. A hold szimbolizálja az anyukádat. A hold szimbolizálja az anyai érzéseket is, de a belsőnket is, az érzelmeket. Hallgass a belső hangodra, hallgass az álmaidra, vagy figyelj oda az álmaidra, és higgy abban, hogy ez megvalósítható. Mit értél el eddig? Azt mutatja itt ez a torony, és itt minden összeomlik. Ez inkább olyan szomorú ez a kép, de neked megvan ez a belső erőd, hogy ezt le tud zárni, mint ahogy itt ez a kártya is mutatja. És a jövő, miben kell hinned, hogy alakul a jövőd, mi következik a következő hónapokban vagy években, mi várható rád a jövőben, ez itt egy párkapcsolat. Néha utal előnyös szerződésekre is, de mivel itt a kelyhek láthatóak, és itt érzelmekről van szó, és látható ez a szerelmes pár, ez, ami rád várható, szerencse a párkapcsolat területén. Mit kellene még tanulnod? Vedd kezedbe ezt a kardot, hozz döntéseket, búcsúzz el a félelmektől, ami még segít, itt a tűz eleme, a bátorság, meg a lelkesedés, egy új irány. Mit szeretne a jó Isten, vagy az isteni hatalmak veled közölni, azt mutatja itt ez a kép. Ez olyan, mint egy tánc. Próbálj uralkodni az érzelmeid felett. Kell ez a könnyűség, a sors utad, az szerencséd hoz neked, és lesz itt egy szerencsés párkapcsolat. Ami még segít, az itt látható ezen a képen, ez a belső egyensúly. Justícia utal az igazságra is, gyakran kinyitja a szemünket, hogy lássuk azokat a dolgokat, ami igazságtalannak tűnik az életünkben, de ez így kiegyensúlyozódik, tehát a valóság kiderül. És a jövőd, ahogy ezek a kármikus témák nálad megoldódnak, te vagy a királynő, itt a víz eleme felett. Ez mutatja az álmaidat, a vágyaidat. Ez mutatja az érzelmeket is, és itt megtalálod a belső nyugalmadat és a szerencsét a párkapcsolat területén. Kedves Porsche, így tudtam ezt a jóslást meg a horoszkópot kármikusan elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!